A Magyar Kupa döntőjével egy időben és egy helyszínen a debreceni Phoenix csarnokban rendezték meg az alacsonyabb osztályú csapatok számára kiírt HEP Kupa 4-es döntőjét. A Nyíregyháza Blue Sharks az első meccsen 11 ponttal verte a pécsi VSK-t úgy, hogy győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Az oroszlány elleni vasárnapi fináléban a második negyedben már 15 ponttal vezettek a kék cápák, de a nagy szünetre két pontos oroszlányi vezetésnél vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben 9 ponttal ismét ellépett ellenfelétől a nyíregyházi gárda, de a másodosztály élovas se újítani tudott. 77-77-nél még egyenlő volt az állás, a hajrá viszont az oroszlányé volt, amely 14 pontos győzelmet aratva megszerezte a kupát. A nyíregyháziaknak pedig a tavalyi bronz után ezúttal ezüstérem jutott. Én maximálisan elégedett vagyok, gratulálok a fiúknak ahhoz, amit a múlt héten elvégeztek munkát, azt a profi hozzáállást, amit ott beraktak az egész munkába, és ugye, hogyha hétvégén mind a két meccsen maximálisan koncentráltak, sajnos nem sikerült megnyerni a döntő, de nagyon szép ez a második hely is. Mi fiatal csapat vagyunk, 17-18 éves játékosok játszanak nálunk, és az oroszlányok pedig olyan cserék tudnak bejönni, akik ugyanolyan minőséget tudnak nyújtani, mint akik helyet bemennek. Szerintem a erősebb kispad döntött. Ugye ez egy mérkőzés, egy döntő mérkőzés, ugye ide is kell rutin, de mindenképp örülök annak, hogy a második hely meg lett. Az edző szerint a játékosok bizonyították, hogy kiélezett helyzetekben is képesek jó teljesítményt nyújtani. Az bemutatkozott, hogy azért nyomás alatt is egyre jobban tudunk játszani, fontos mérkőzéseken is tudunk jó teljesítményt nyújtani. Még mindig van, mibe fejlődünk, hiszen szeretnénk azért minden jobb helyen végezni a bajnokságban is. Megnézzük a hibákat és próbáljuk javítani, és nagyon sok munka áll még előttünk. A nyíregyházi csapat szombaton folytatja bajnoki szereplését. Az NB1B piros csoportjában harmadik helyen álló kékcápák a jelenleg 9. MTK Török Bálint otthonában lépnek pályára.